Szépen most jöttem Gyularó, Gyuló Fejérváró. Mikor járt a Gyularó? Leesett a lomról a patkó, mind a nélába. Ott jöttünk keresztül Gyularó. Igen, csak egy magot rajta, az is kutyog rajta. Kovács legyen a régi jó barátom, gyere, szoríts egyet rajta. No, de meg is szorítottak, ha meg is kopogtattak. Kovács legyen maga is azt mondja, hogy betyár legyen a gazdá. No, de betyár legyen a gazdá. Iszik mulat a sárdába, jó nagyokot iszik mulatot sárgába, kis fejlovam hasig jár a sárba. Kívánom! Követek egy toronygyászló és egy orzsuka. Bírógusti táncolja, Szent Amorosról. Testvére? Én a testvére vagyok, Dudu Rozália. Csíkszentpaposokat születtem 1939. november 27. És az embere? Mint férje, Szentdamokosi lakos, Csíkszentdamokosi lakos, 1936. március 22. Születésem nem jó. Hol március született? Domokoson? Szentdamokoson. Laván Barotelész. Csíkszentdomokoson születtem, 1966, október 15-én. Leány kori nevem? Bíró Teresz. Magas Ferenc vagyok. Születtem 1926, december 1-én. Csíkszentdomokos. Tamás Anna vagyok. 1937-ben születtem. Csíkszentdomokos. Leány kori nevem? Az is Tamás. Bíró Augustin vagyok. Csíkszentdomokoson születtem, 23-ban, december 3-ban. A Zsukás. A Zsukak. A Zsukás az. Nehogy Árd Jelános, vagy Korobjászka, ilyen emlékeznek-e? Igen. Az milyen forma? Árd Jelános, tia. Kicsoda? Marta. Árgyalános, ja? Azt is tudtad, hogy valami Martja. De hogy van az Árgyalános? Mert én csak hallottam, hogy volt ilyen. Sok hallottam. De azt nem látszik Árgyalánosnak, amit most Kádásnak fognak. Kádásnak fognak? Azt Árgyalános? Azt nevezték akkor. Értem. Árgyalános. Igen. Az, hogy honnan jött ez a név, hogy Árgyalános, az... Én sem tudom. Azt tudom, hogy... Hát ő azt szokta, ja. Pártomban? Igen. És Árpádban? Édesász. Értem. Csak ezzel kettő kétféleképpen csinálhatom. Igen, más volt a figurája, más tett benne, hanem
Kalamár Imre bácsi? Melyik? Tó utcában. Végig elhalt. Nem jártunk, nem jártunk. De nem járt magukkal, de nem emlékeznek, járt-e valamit? Nem tudom. Járhatott, amikor a Szörnő utcában volt a tanc, Léa Jucska volt, amin akkor voltak azok legények. Igen. És azokat sokat zsukartak széles, ezt az Argyi Lándost. Ott láttam, és ott onnan tanultam. Uh-huh. Igen, akkor, amíg előre legények gyűltek be, és akkor hát... Amíg a leányok jöttek, addig az csináltak szélre legények. Ja. Értem. Kikre emlékeznek olyan legények, akik, na, zsukás legények voltak, akkor, amikor maga a leányoska volt? Jó, hát akkor sok legény volt, sok volt zsukás. Igen? Volt Martonban, s Olbétont is. Bíró Gyuri, igen. Bíró Gyuri is, Tamás, András, és mind ott egy tagban, egy sökben. Ez a Czarina utcaiban volt? Czarina utcában, ahol, hogy mondjam, a kicsi Farila lakik. Nem tudom, hogy hol van Czarina utca. Az orsó, csak a legények mind oda jártak. Tamásban. Nem volt elkészítve, volt akkor ott egy nagy ház. Nem volt elkészítve, és abban volt a tánc. Hol volt még tánc? Volt sok hely. Most már sok hely volt. Galperenc néves. Ott is volt. Mint az előtti nagy nyilvánzók voltak, és abban voltak. Galperenc itt is volt egy nagy-nagy szobos, egy küsse, és a küssebbe átolúzott, és ezt a nagy szobát kiadták, és ott táncoltak. És főzték a palinkát, és aludták, és így volt ott. És akkor ott kik voltak a zsukások? Már más táncházban mások jártak, nem? Vagy mindenki járt minden táncházban? Hát a zsukások mentek egyik napból a másikban. Akkor úgy volt, hogy 4-10-ben 4 tánc volt, és ezekből mindegyik valahol táncrendező volt. Gazda? Gazda volt. Akkor mentek a másik táncházba, külön rokács, másik zsukács. És közben vártak észre. Külön nótát adtak? Igen. Az mit jelent? Hát az, hogy kaptak egy nótát külön, csak azok táncoltak. És minek? Fizették? Nem. Hanem? Ez volt a... Ilyen volt a divat. Innen halad meg, túl külön nótát kapok? Igen. Kapott egy külön nótát. És kivel táncolt? Hát én le, az élet sem volt az. Ő vette fel, vagy azt is hoztál? Nem hoztak. Értem. De mindenki nem kapott külön. Mindenki, aki az egyik szegről átment a másik szegre, kapott külön nótát. A gazda. Gazda. Négy gazda volt, se négy ment. Egyszerre, és az kaptak egy külön. Mitől lett valaki gazda? Hogy? Hát. Mitől volt az? Vagy hogy lehetett az valaki? Úgy nevezték, hogy aki táncot csináltak, hogy az gazda. De hát legénykoromban én lehettem volna egy gazda. Igen. És az mitől függett? Hát az attól, hogy maga parancsolt volna a többinek, hogy ne legyen boly. Miből parancsolok? Nem szabad verekedni. Értem. Tehát akkor én jobb verekedős vagyok, mint ők? Nem. Hallgatnak rám? Nem, senként toltak. Értem. A tényleg 13 aztán egy táncrendező gazda volt. Értem. Terem út volt dolgozt. És még Mandia viszont kellett pénzt levigyen. Úgy nevezték, hogy bánott pénz. Kellett azért lájt, nagy pénz volt lefizetni. Terénben verekedés lesz, az azért lejárna szint. Ha nem lesz, akkor a falsang végével visszaadtam. Hát azért már egy kisebb Bíró Péternek volt, több, pedig nagyobb legények voltak, akkor nagyobb viszkív legények, mint én, de csak azért lejött volt az öregény. Igen, igen. Lefizettük, tehát egy tantó, másik két tantó, akkor a pénz a melyik volt, nem úgy, mint most, hogy más teszünk kezetre. Értem, aki rendezte, annak gazda, megmaradt gazda, a pénz. Gazdaktól a melyik? Gazdaktól kellett fizetni, azok ültek az ajtóba, valamelyik az azokon a kellett az ajtóba, és... Néhány legény mindenki. Taléptünk kapunk. Kettő az ajtóba, és a többi jött. De anyag fizette két lát, vagy három lát, és majd néptünk be. És a fiú? A fiú öt lát. És meddig tartott a tánc?
Hát már 10 volt, akinek 20. Reggel? Sokszor estétől reggel is. Vasárnap este, ha volt, akkor 2 óra vagy 3 órás kész. Thank you.
Szent Mihálykor bár voltam. Rég. Mihálykor, Szent Mihálykor, igen. Márton, nem. Mihály. Nem volt mi, ezért... Mártonkor sem. Bálok nem voltak, hanem az, akkor mondom, mint a Juhár hanyaskor, szabadaskor. Igen. Ott olyan helyett. Egy kicsit. Egy kicsit. Katalin Ticsos. Az Arzár. Ez mind a kettő meg volt ülve, ugye? Ó, hát igen, de ezelőtt a volt, hogy amit volna. Akkor volt egy... Mondták el a jó volt, akkor volt el. Most a Szent Mihálykor, ahol vannak, oda még az hát jó, jó, de nem azt akarom mondani, hanem azt, hogy akkor Katalin kor szokott lenni egy jó nagy bal. Hát így. Igen. Kosoros, ugye általában? Nem. Nem? Bal. Egy táncszerű bal. Hát volt itt nálunk is ilyen tánc. Hát azt mondom. Azok voltak akkor. Katalin... Én mondat tudom, hogy Attila ment munkába, és azt mondja, aztán nem muszáj. Bemenni a Katalin balba, azt mondja. És azt mondja, milyen Katalin balba. Hát azt mondja, ma este Katalin, azt mondja, és aztán tovább nincs. Na igen. De különben az neked lehet Katalin, és másik, mint te most a tanulszak. Szóval annyi mondta a film. Katalin Ticsos András. Aztán Vízkereszt után. Aztán azután nem volt többet szabad táncolni, csak viszkereszt. Akkor úgy beállod. Akkor aztán ásalgért, és kész. Akkor szabad volt. Akkor mentek a legények hittak meg a táncban, nem jött. Két, vagy tízes, minden tízesből két legyen elindult. Viszkereszt napja. És meghittak, a leányok mentek hazról, ahol leány volt, és akkor ott megkérték, hogy a leányokat engedjék el a farsámba, a táncba. Farsámba. Ilyen volt a divat, akkor így volt. Ingemet is hittak meg. Aztán a farsámba nem hittak többet a leányokat a táncba. Akkor meghittak, és akkor még sem nem mondtam, akkor ott van jut. Én is voltam egyszerűen. Meghívólag. Annyi minden volt, csak minden, amit a szív. Nem van. Most elszoztam máskor, egyebs. Hát így van. Az ember elrágódik rajta. Valami érdekesség van. Thank you.
Csak lassan
Milyen volt a tánc, meg úgy egyáltalán a bálozás a magyar idő előtt? Hát a magyar idő előtt is olyan volt, mint azután a magyar idő alatt már csináltak, úgy mondták akkor, hogy bal csinálnak. Nem így, hogy tánc most azt mondják, bal, nem bal volt az akkor. Mi mentünk csak a tánc most, ott nem volt semmi, hanem meghívtak hívóval. Ahol csináltak egy balt, ott hívóval hívtak meg. Akkor a leányok kellett vigyenek tésztát, nem, és már kosaras bart hívtak, és akkor kellett vinni az ennivalót, a tésztát a leánynak. A másik szó, amikor azt mondja, csak szőtásbal, akkor csak egy tányér tésztát hívtak a leányok, mindent, mint vígóval hívtak meg akkor. Tényleg, akinek volt komoly szeretet, már hívt a hozó, a legint. Ahol nem volt, hivatalos. Az ott enni? Igen. Az ott enni. Most a legjobb? Igen. Igen.
Marosban, Szőtesben. Szőt, amikor Szőtesben van, Szőtesben védtünk. Igen? Valamban, igen. És a Kosarasban, azért Szőtesben védtünk, de azt láttuk le hamar. Tettük le magunkra, és vettünk könnyen. Vagy jobban tudtunk hozzá. Igen. Akkor ez hánykor volt a Szőtesben a kezdése? Vagy a Kosarasban? Volt-e különbség? Harsang végig. Farsangban volt, nem a végénél talált. Farsangban volt, azt csináltak, majd derekalban, majd mikor egyszer egy emeletlen jött. Uh-huh. Akkor csináltak egy kosaros barcs, a másikát csináltak egy szőtes barcs, az így még. Úgyhogy nem a farsang végén volt. Farsang végén csináltak az emberek, az a spark, egy bart, azok is ahogy összoktak. De azt tudod, hogy csak házas emberek mentek? Házas emberek, házas bal. Ebben mentek a legények. Hát mi a legények, és bűtik magukat, de ez a házas bal ki volt. És akkor Farsang végén? Ja, Farsang végén. Kezdték muzsikálni csütörtökön. Csütörtökön. Szombaton, és vasárnap, hétfő reggel is azt a vége. Hétfőn este már nem volt? Nem. És kedden sem. Volt hétfőn, aztán tették a virágot a lehagyokat. De fából tették? Nem. Nem, húsagyat kóbb. Húsagyat. Húsagyat. De az hogy ültek össze? Hát amikor mentek a talazba, vitték a virágot. Igen. És ott fél voltak. Az hétfő este. Vagy legint oda ment, hogy hiány lehagyott a talazba, akkor ott fél voltak oda hozzá azt a virágot. Mirtuszt. És akinek nem volt szerető, az kapott egy olyan kicsi piros bokrét. A másik tett balmakalács. És akkor kezdték a balmakalácsot rakni, győztek. Mindenkinek nem volt akkor. Kinek mirtusza volt, annak komoly szerepelem. Az este a tanzban nem volt. Komoly mit volt valaki? A legény nem volt honnan. Kinek mirtusz volt téve. És meddig tettek mirtuszt? Addig még vele? Még jött az idő, hogy meg... Hamazó szerdára vették le. Ja, aztán vették le? Vették le. Igen. Tehát akkor hétfőn este feltették a mirtuszt. Mirtuszt. És egyet táncoltak. És kedden este táncban mentek, szerdán reggelre levették a virágot. Most szerdán nem lehetett a virágot, korobban úgy jutott. A szerda volt hamadó szerda. A szerda hamadó szerda, akkor húztak a legények a másikot, ott a virágot. Balonkodtak? Igen. Na mik voltak? Tehát az érdekelne engem, hogy most értelem. Nem el a farsam. Poprosan egy megrészegedett se felfeküdt. A taligal részeket és kettőre álomból húztak. Nem kötték ezt, mert ezért diagárgé volt egyszer nekünk ott a taligal. Poprosan volt, kihúztak, úgy Fejes-Feszeg utcán lehettünk, de visszakerültünk. Annyi volt az egész. Hát jó, de valami már elkezdett vakni. Hát mondom, a taligalra, úgy, ahogy szoktuk. Felfeküdt, és a szivar a szájában volt. Késértük, kacagtunk, és éledeztünk, és akkor mentünk vissza a tanzházba. Ezt a végig volt a tanzházba. Elvoltam a parcsa. De ezt már szerdán csináltam? Szerdán. Szerdán? Szerdán. De az nem zene, semmi sem volt, csak úgy. Nem volt zene és fejelvonulás? Nem. Dehogy nem. Ahogy lett volna? Az igen, mikor nem mentek a miséres, mentünk akkor. De hamadó szerdán nem most kaptak a fog. Kedden is volt felvonulás? Nem. Kedden mentek a templomba. Igen. Akkor a 4-14 tanc volt, és mentünk oda. És a papudvarára bévitták, és akkor ott adtak a legényeknek egyik volt bort, és a lejányoknak cukorka. De kedden volt ez? Kedden. Értem. Akkor mi sírjuk kijöttünk akkor. Farsang végén kaptak volt a fiúk, cukorkát a lányok. Igen, és amikor mentünk, ki hova tartozott? Táncba. Már táncba, az mentünk vissza. Két nagy fazal, két fajőző és egy csipós, menekedés, vedd el a teljes. Kinek kellett kettő és most. Annyi évedelén volt a legényeknek az egész farsangból, hogy azok vették a bort, mert azt a táncháznál is adtak bort. Adtak el. A legényeknek, és a évedelénből vették azoknak a bort. Ezt a gazdák vették? Egy gazdák. Tehát Gusztival vette? Igen. Igen. Megtisztelt a legényeket, a jövedelemből. Én is a többi. És a
Akkor szerdán elmentek misére hamaszkodni. Nem ment az a szerdán. Aki akart elvégy, aki akart elvégy. Mert az aludni, ugye? Reggel így mulattunk, sovoltunk. Ezt itt egy utcán fél, és a másikon lesz, állott ennek a falsán. Csütörtökön? Csütörtökön, nem azon a csütörtökön, az a másik csütörtökön. Kinek tettek mirtuszt, az a másik kövér csütörtökön, hitte a bót és a palinkat, olyannal készültek, a szülőket is oda hívtak, és így vacsoras kész. És kész mikor kész? Csütörtökön este. Ez hamazó szerve után való nap? Vagy rá egy hétre? Nem, egy hét múlva. Értem. És akkor mégis miért mondják, hogy kövér csütörtök, az szerda utána? Nem szerda utána. Már egy hétre? Egy hétre, akkor kövér csütörtök. Uh-huh. Szombat este, csütörtök este. Melyik vitte szombaton este, most csütörtök este. Amelyik vitte. S mit kellett akkor csinálni? Fiú vitt valamit? Hát vitt az öttél, most egy öttél karonyfat. A leányos. Az apját vitte? Hát oda hitta. Szülőket is oda hittak, és együtt vacsora adtak, és utána beszélgettek hajnalig, hogy ment is a vavéja. A mozsikaszó nem van? Nem. Abban az esztendőben akkor volt lakodalom is? Nem erről szólt nem erről folyt a szó? Volt lakodalom is. Jó, de azoknak a fiataloknak, szóval azért kérdeztem meg. Egyiknek volt, másiknak nem volt. Melyik, hogy gondoltak? Nagyon Istenem volt. Nem sok kértem még ahhoz. Nem sok, mint az ahhoz, akinek virágott. Pedig szerette el volt? Ilyen volt a világ. Akkor is? Akkor is. Igen. Ahol Guszti bácsi gazda volt ott. Falusi fiatalosság. Ki volt a zenész? Maracos Lai. Dudu Lajos bácsi? Dudu Lajos bácsi. Kikkel zenélt együtt? Felesége? Felesége. Csak ők kettőn. Igen, és volt sokszor egyszer az ő gyárműként közületnél valamelyik. Jól adott, hogy a kontra. Kontra az. És más táncházban? Nem van. Más volt. Ki volt? Ja, volt az a Dudu Elpad, és volt Isten tudja, akinek meghívták az alsó tudba, és aztán egy ilyen... Egyik kapta meg, és másikot a másik kapta meg, és az egész farsangra megfogadta, és így volt. De hogyha volt négy, sőt öt, volt az ugat, öt hely, ahol összegyűltek, akkor oda zenészkedett minden volt. Zenészkedett. Már egyszerre voltak a táncok. Egyszerre. Hogyha egymástól meg... Külön, de mindenkinek zenészszel. Mindenkinek zenészszel volt. Mindenkinek. Az is érdekes dolog, hogy akkor volt egy csomó zenész. Szefi Marton és húznám jobban, de jól van, és jól volt. A másik, és volt Dudu Alpad, és egy úgy vagyunk, de ne szedjük, egyszerre húztam. Azt, amikor értünk a misére, akkor az egész nép egyhárékán, úgy az egész pozsikas. Egyszerre a udvarán táncoltunk. Egyik itt húzta, és a másik ott húzta, és a harmadik ott húzta. És mindenkinek galdanya volt? Mindenkinek. Mindenkinek a csoportja, ahogy volt, miért volt táncol. És nem úgy, hogy a papudorán együtt zenéljen a sok muzsika? Papudorán egyik muzsika, a muzsikára más is. Jó, akkor oda miért ott táncol. Ott aztán az muzsika, oda miért. Ha másik ott muzsika, oda miért. Papudorán így volt. Igen? Egy-két dolgot elhúztak, és ott léptünk az. Legényeket a gazdagot az alatt a pap végigitta, megkiállta. Egy-egy pohar bútor. Na, akkor azt jelenti, hogy volt egy csomó zenész. Igen. Mi lett ezekkel a zenészek? Meghaltak. Meghaltak, és a másik állni, és most magyar van. Hát nincs el, kimélt el. Nincs el, azok az öregábbak mind megmondok. Megmondok hol. Sose Sándor, mikor kezdett zenélni? Hát én úgy gyermek volt, de egyes megfogta. Vajon? Én azt mondja, meg, hogy gyermek. Ő is jó zenész. Igen? Vaj Lajos bácsi? Ő is. De ő is rendesen muzsikát, táncolt?
Hát te Mozsik, hát nem tudsz ragadalmat csinni. Kicsit. Nagy-nagyos. Jó, hát igen. Stáncolni? Nekünk nem muzsika. Igen. Akkor. Csak ott nem mondtam, hogy egyszerűen. Szóval kint dolma alatt, kit hívtak muzsikáljuk, olyan dugott táncolt? Hát ugyan, mert azért még valamelyik jut. Mindegy, itt nem utáltuk normálok ki. Fegyet kaptak. Elhittem.
Egyszer, mikor kezdődött? Hogy van? Tehát nyáron nem volt mulatság, majd dolgoztak biztosan. Nyáron is volt. Mert most ebben a hónapban nincs, nem volt egyáltalán. December. Mit nem volt? Ja, advent mi? András zárja. Katalin Ticsos, András zárja. Akkor nincs tovább. És szilveszterik. Igen. Hát akkor esznek, isznak, de igazán tánc, szilveszterkor? Volt, örök ki, állandó volt. A mi időben, amikor a szilveszterkor az uraknak bal volt a tájban. Olyan sokan voltak? Anyám. És a többiek hol mulattak? Többiek ott a házoknál, nem ott tudtak. De oda nem engedtek még senkit. A teremben? Teremben. Az urakhoz se engedtek senkit, és a cigányokhoz se. A cigányok nem is foglalkozik. Cigányokhoz miért nem? Hát nem engedtik ott, és az ajtó végig volt zárva, és úgy mulatt. Magyar ember nem ment be a cigányokhoz. Mi bejártunk akkor, és nyitták az ajtót. Szépen mulattak egy cigányok? Kihajtottam, úgy jártak. Biztos. Ott a színpadon egy csomó hegedű le volt rakva. Muzsikások is helyből adódtak, tehát a faluból? Hát, csak azok muzsikáltak. Akkor együtt muzsikált az összes banda? Az a muzsikáltak szélre, hogy mindenki tudja. Az szélre, ahogy lehetett, ott húztak. És akkor ősszel ilyen, mondjuk, így mondták, hogy pityókalapóban? Igen. Jó, az elég volt. Kándér rúpus, pityókalapó. Na minek volt ez? Gyűjtötték ezt a pityókat, a mozsikas. A Balacos Lajinak nem volt a tűzifalja, amivel vigyen. És azt mondta, hogy vasárnap délután a este mozsikálok. Fát összegyűjtitek. Olyanok vittek kándért. A melyik mit sem másik nem volt. A másik vasárnap én sem, a másik sem, a harmadik sem. Négy szekár indult meg. Gyűjtöttük a fát. Délután és egy este mulattal az kellett a fa. És az volt az emésznek a fizetés? Az volt a fizetés. Volt a fizetés. És egyszerű négy szekrát fasolva kitalált. Akinek, aki nem vitt kándért, az pityókat adott a lejjel. Fők nem vittek pityókat? Fiúk? Nem, mi csak fát. Csak fát. Én például a fát sem, nem, én összegyűjtöttem. Hát magának az volt a dolga, hát hogyha maga volt a táncrendező gazda. De szoktak csinálni külön pityókalapót is, hogy akinek nem volt. Hát igen, így az ott a pityókos kándér, sok minden. Ez egy más este volt aztán. Addig, amíg az ellenség tére megvolt. Igen. Minden ősszel az így ment. 3-4-3 pityókalapó, meg kándérlapó. Mentünk a kándélokon, most két fel kándélt csiptünk, nyugodjunk alatt, mentünk a kándélt. Egyet, sok egyet elloptam, az így csak én egyet adtam. Két helyet még egy szöszöt már néje. Igen. Hát egyben nem is mindent. Hát tudom, hogy a nálunk is. Meg te a külön, mondom, hogy itt aztán jössz ki, akkor innen veszed. De közre működtél. Hát igen. Nem volt, aki közre működtél. Két leállam, ment. És három is, kándélok voltam. Akkor nem lehetett. Sok kicsi sokra ment. Én mi ezt a dolgokat összvalda, megfogtam, és ki egy üzét, és a másiknak, és a nagymát is. Aztán, amikor bontottak át, vagy mit illatkozott. Tiloltak, akkor szamoltak. Hát ennyi én jövök, akkor ennyi volt. Akkor ennyi váló volt. Minnyi jó volt, eltűnt. Jó terült el. Bár most is úgy volt. Na így van.